Hát srácok, aki nem ismeri el, hogy ebben a játékban mi tartalom van, az... az nem játszott a végig. Ez beszarás. Iszonyat. Iszonyat, hogy hogy néz ki. Ez az egyik gyökér. Van még. Elképesztő, és ez egy melléküldetés sorozat. Ez egy melléküldetés sorozat, amit nem is muszáj megcsinálni. Szerintem 4 órát vertünk bele, azt hiszem, vagy 3,5 Asgardba. Ebben is valószínű, hogy ott körül lesz, vagy nem tudom. Ezek már, hát iszonyat. Elképesztő. Van egy kulcs, ahogy láttam. Ott arra. Megvan a 3. De hol volt a kulcs? Az előbb volt valahol egy kulcs, vagy mutatott a térkép. Ha most simán, de ez most hót komoly, srácok, ez, tehát Asgard meg Jotunheim easy elment volna egy DLC-nek. A két területen az összesen csinálható dolog hosszabb szerintem, mint a legtöbb DLC, amit a játékhoz kiadnak. Beszarás. Haladok, Lóser, haladok. Lazán, lassan, de biztosan. Ó! Oh. Hogy érted, hogy lehet, hogy lesz belőle DLC? Benne van a játékba. Hogy lehetne belőle DLC? Ehhez egy párizsos, meg egy másik DLC fog jönni ez a játékhoz, de hogy lehetne DLC az, ami nincs a játékban? Attól függ, hogy mire gondoltok, mint Game of the Year, srácok, mert hogyha a Game Awards Game of the Year-ről beszéltek, akkor a Cyberpunk azon nem lesz rajta. Nem nevezik a Cyberpunkot idén, akárhogy sikerült évjátékának. Legalábbis az szerint, a díjkiosztó szerint. Na basszus, hát ezzel most nem vagyok előrébb. Ez érdekes volt. A fiú leesett egy párszor. Pedig errefelé kellene kijutnunk, méghozzá itt jobbra majd. Talán itt. Nem ez a kijárat.
hanem valahol másra is ki lehet jutni a barlangból. Erre nem indultunk el. Lehet, hogy erre lesz a nyitja. Ott fent. Itt vannak a kulcsok. Ezeket láttam akkor lentről. Ó, oh, itt van egy kincs is amúgy, srácok, ami kell nekünk. Csak hogy... ki kellene valahogy szedni onnan azt a kulcsot, mert szerintem a kincshez köze van. Mik lesznek nagyjából az évjátékai? A The Last of Us 2 lesz nagyjából az évjátéka. Szerintem. Csak mondom, nem tudom, hogy most a Game Awards-ról beszéltek, vagy valami másról. Tehát, mert ugye elég sok szokott lenni... passza meg. Tehát sok újság, meg cucc hirdet Game of the Year-t, nem tudom, melyikre gondoltak. Ó, oh, két kulcs kell hozzá. Ó, oh, hogy basztán. Hol a másik kulcs? Valahol itt kell legyen. Á, ott van a másikban. Az egyikben volt, a másik a másikban. Na, fúj! Ez az. Mi az én Game of the Year-em? Nem tudom. Sok jó játékkal játszottam idén is. Jó kérdés. Nem szokott kifejezett kedvencem lenni. A Last of Us nagyon tetszett. Az a baj, hogy annak a játéknak a minősége, annak a gamenek, amit képvisel, mint videójáték. Nem baj, ha nem tetszett a történet, nem baj, ha nem tetszett maga az, amiből a gameplay összeállt. A minősége a végterméknek az egyszerűen annyira durva, hogy nagyon kevesen ütik meg azt a szintet. De nagyon kevesen. Szóval ezt figyelmen kívül hagyni szinte lehetetlen, hogy mennyire iszonyatosan durva az a kép. Ó, a francba. Hála Istennek, a két iszonyat baszógépen, amit sikerült kivégezni, haszba. És... Voila! Bloodstone! Hello, Mr. Gyilkos! Mi a helyzet? Na, menjünk tovább. A Ghost of Tsushima remek játék lett. Az is egy fantasztikusan jó élmény. Imádtam annak is szinte minden percét. Lehet, hogy most... Nem, most kéne... Egy kulcs? Bazd meg, te szarvas, te! Mert hol nem felfú?
itt kell legyen. De nézed már. Valami jót. Talán a vízzel tudunk beúszni. Ezt aztán nevezem. Elképesztő, srácok, elképesztő. De megvan. Jó kérdés, hogy ez itt most... Mi ez a zöld cucc, amit ott látunk? Ez itt nem küldetés. Vagy ki? Vagy később az lesz? Van ott valami zöld. Szerintem is ide később kell jönni. Jó, mindegy. Attól még izgalmas volt. Oké. Okay. Akkor vissza... Vissza. Majd visszajövünk akkor. Jé, megint itt van. A pöcsös medve. Milyen beteg, mikor seggbe lövöd. Erről van szó. Ki kell adni ezt a hangot, különben nem hal meg, csak simán sebzést szenved el. De ezt akik játsszák az AC-t, azok tudják. Mr. Pangai, nagyon szépen köszi, Pangai, igen, jó lett. Krebonox, köszi szépen a cheert, Roberto, köszi szépen a Prime feliratkozást, Indie Pete, nagyon szépen kösz. Ezt jó hallani, haver. Ez tényleg jó hallani. Örülök, hogy így van. És köszi, hogy itt vagy. Köszi a visszajelzést, haver. Variál itt ez, nem tudom mi.
Tudod, hogy nem lehet itt, de lehet. Én erről jövök, mert én ennyire király vagyok, figyelj. Mármint, hogy Odin. Na, megvan a gyökér, te pöcs! I have done as you asked. Now, where is my wisdom? Give it a moment to brew. There. An elixir to ready your spirit. How will this bring me the mead? It will open your mind to the secrets of the world. Látni fogom a titkokat anélkül, hogy leskelődni kelljen? Ugye igen? While we wait, let us speak of Asgard. How fared your defenses after the last attack? We have been weakened by treachery. Without time to rebuild, we may not withstand another attack. Wait, I did not mean to say that. I feel strange. Hexclaw has a way of untying the tongue. Now, you have said you want the mead, but how badly? How much would you sacrifice to be freed of fate's shackles? Would you give your tongue, your hand, your sight? I would. I would give all that and more. I would like to see that. Loki! Loki, what trickery is this? I have sapped your strength, Havi. And I will take your life if your answers displease me. Did you think I would not come for you? After what you did to my son? Our son. Fenrir. Igen, a farkas miatt, Fenrir miatt van ez az egész. Értetlenkedjünk. Yes. In the final reckoning, the wolf Fenrir will be my doom. Now you know. Now you can no longer deceive. Tell me, what will you do with him? Na, mit csináljunk a farkassal? Mert ezt átgondolom. I want to kill him. But I cannot. I swore an oath to you, Loki. And I will not break it. I will not take his life. Fenrir will be imprisoned until the day of prophecy, when we will meet upon the field of battle, as we are fated to. Then we will bind you until that day, as you mean to bind our son. Uh-oh. An eye for an eye. Na, remélem, ez elég nagy fordulat. I see she let you live. You must have done something right. Let me help you down from there. No, no, no! Wait, wait, wait! No! Ah! Whee! Whee! Nem, de. You could have let me down gently. That would presume I cared for your comfort. Then why release me at all? For the same reason you are in Jotunheim. You seek the mead, and I can help you get it. Ő volt bent a banyánál korábban. I want a small sample for myself. The rest is yours. Fair? Do I have a choice? Of course you do not. The mead is kept by Suttungr and his daughter Gunnlóðr in the vault at their home in Utgarðr.
The vault is opened only on occasion of a great feast, when Suttungr shares the bounty of his cellar. Igazad a Decahedron, persze szépen a 13 hónapot. A feast for a distinguished visitor. Say, the High One of Asgard. You are not as ox-witted as I feared. I know where the mead is now. Why should I honor our bargain? Because you know nothing of how it works. Now stop wasting time. I must bring a mighty gift to Suttungr, if I am to earn my welcome. That idiot drunkard Agir recently lost his cauldron to Suttungr in a wager, but it disappeared on the way to Utgarðr. Suttungr would be grateful indeed if I returned that cauldron to him. Seek the tree that wears the scars of the world serpent scales. The cauldron would have passed by there. Most jön az a küldetés, ugye? A sorsdöntő küldetésünk. That would flatter her in Thrymr's house by the lake near Utgarðr. I will bear that in mind. When you have the mead, join me at the Well of Mimir. There I will show you how to escape your doom at Ragnarok. Okay. Szóval most fog következni az a küldetés, ami múlik a 100% végigjátszásunk. Ugye? Ugye. De nem tudtam megcsinálni az illúziót, Gyrosz. A kapu előtt elmentem, Korinszki, mindenképpen. Szóval a cucc az valahol itt volt, itt. Itt a cucc. Na nézzük. Beaktiváljuk a questet. Hey. És most így kellett elmentsem?
Fogykosok, kimérjek a csetből, létszi, akiknek halványil a fingjük nincs róla, mi a faszról van szó, mert most, ez most nagyon-nagyon gáz. Hú, ez most nagyon-nagyon gáz. És ez most frankón... El is mentettem így? És amikor be tudtam menni, srácok, úgy kérdezgessed. Kérdezgessed, igen. De nyilván be lehet menni másfelől, azért akadnak itt el ezen. És amikor bent voltunk, srácok, akkor meg nem mondtátok meg, hol van az illúzió, és nem vettük fel. Csak az egyiket. Na most mit csináljunk? Már hogy ötletem sincs. Thor lends me strength. Az előző mentésnél sem működik. Hát most ötletem sincs. Azon gondolkozom, hát azt tudnánk csinálni, hogy mert ugye csak ilyen mentésünk van. Ezek a maiak. Az a baj, hogy... Az a baj, srácok, hogy... Hogy...
Igen. Az a baj, azt tudnánk csinálni, csak nem tudom, mennyire lenne biztos, hogy amit alulra overwrite-olsz, srácok, az Slack felülre kerül, nem? Tehát itt mindig a legrégebbi mentés van. De hiszem el, hogy még ebbe is megpróbáljátok kiakoskodni az életet, vagy mit. Tehát azt tudjuk csinálni, hogy van egy manuál szévünk úgy, hogy a stream leges legelejéről. Tehát azt tudjuk csinálni, hogy most visszatöltjük a stream elejei mentést, elbasztunk másfél órát, és én streamen kívül megcsinálom a Jotunheim-es részt, addig, ameddig be kell oda menni, és onnan folytatjuk majd a következő streamben, addig meg haladunk tovább a sztorival. Valakinek van más ötlete, ami nem teljesen fasság? Vagy nem olyan, hogy mit tudom én, Fortnite közben eszébe jutott, hogy lehetne venni még több fasz tudja milyen pontot? Reménykedjünk. Na, így kezdtük a streamet. Jó. Remekbe szabott, srácok, remekbe szabott. Kurva életben már. To see the Motion Sent Kent, bocsánat. Has written, claiming to have found the woman Fulke and asking for your aid. He has taken shelter at St. Hadrian's Priory. Any news of Sigurd? Nothing he mentioned, but if he has found the paladin Fulke, Sigurd cannot be far behind. Akkor menjünk tovább Kentbe, srácok. I will go as soon as I can. Good. Be safe, Eivor. Basim has news of Sigurd. I should find him soon. Basim, Markab. Dag, Basim has brought word of Sigurd's location. We're leaving at once to find him. Well done, Eivor. After so long, it finally occurs to you to search for our Jarl. I applaud your half-hearted effort, but I will not be joining you. No, man. This is no joke. On the ship, now. Someone needs to stay home and direct the affairs of the settlement. As you seem to shun this place as often as possible, it must fall to me. Sigurd's life is at stake. We need you there. No, I am needed here. Do you doubt me so completely that you will not raise an axe to save your Jarl? A fine way of putting it, wolf-kissed. But go, find the Jarl, bring him back. Only do not get lost along the way, as you seem to more and more these days. This is not done, Dag. We will speak when I return. Micsoda pöcs.
Na jó, Basimot kell megkeressük, ahhoz pedig, hogy Basimot megtaláljuk, Kentbe kell jönnünk egészen... Opa! Egészen ide. Most ezzel, hogy a mentést visszatöltöttük, ezzel viszont megúszom, nem? Na jó. Hol lehet, Basim? Valahol ott. Aha, ott áll már középen az üst mellett. Did not Augustine make a distinction between faith and understanding? What I mean to say is, faith is paramount. Yes, for without it, Christ's sacrifice means nothing. He died to save us, did he not? From the original sin of Adam and Eve? Yet evil persists. Yes, evil persists because he gave us free will. Does a newborn babe, slain by a despot, have free will? De Girosz, abban a mentésben már voltam bent. That is too simplistic. Or the priest whose heart is torn from his chest by the wolf? Judas, who was predestined to betray the Nazarene? Some argue Judas was used. Do my ears deceive me, Brother Hortbert? You question the scriptures? Declare Judas an innocent? A preposterous blasphemy. That is not what I said. Brother Cedric, am I not the most pious of his servants? Out! Out! Bájéznak a papok. Making new friends? A person's tongue gives you a taste of their heart, Eivor. And such information is often useful. And how do these sallow Christians taste? It was only a figure of speech, Eivor. And I have tired of it already. Is this how it must be between us? Of course not. I'm grateful that you have come. So what of the Joykanga Fulke? In your message, you said you tracked her to Kent. She is here somewhere. And as of last month, Sigurd was with her. But there is no guarantee this will be the case tomorrow. So, what is your plan? We are deep in their god's heartland. A heathen and a heretic. To hunt Fulke, we'll need a Christian snare. Fulke is hardly a saint herself. These Christians abhor her strange ideas. True. But unlike us, she can carry herself as one of them. She won't hide from everyone. Not with a prisoner in tow. Mm-hmm. So, where to begin? I've made a friend. Abbot Kunibert. Full of pious fire. De akkor elvileg Fulke itt van valahol Sigurral, ebben a térségben, de keresnünk kell egy keresztényt, mert ugye minket nem nagyon csipáznak itt. Have you found some peace in your time alone, Basim? I am always at peace, and never alone. I move among the people of the world with great joy. I watch them, study them, learn from them at all times. This is our duty, the Hidden One's calling. You know, for the first time since we've met, you sound more like you're a princess than yourself. Surely Hytham sounds like me, if I have taught him well. Your creed and your tenets, you mean? That's right. And our sense of, how should I say, deep responsibility to the betterment of mankind. That's quite an ambition. But it doesn't explain what you see in Sigurd. My brother is not so generous. Ah, but your brother is someone special, important. Gyanús nekem ez a Basim nagyon. I hope to show it to him. Is this not a blessed plot? God's own country. Ő az ember. And this Eden should be given to his servants to tend. Abbot Kunibert. This is the Norse I spoke of. Ah, yes. And quite a fearsome one at that. Basim says you know the paladin Fulke. Indeed. The Lady Fulke passed this way not more than a month ago. We talked, we drank. Very pleasant woman. And where is she? Eivor will be your axe, Abbot. Whether to fell a tree or hew the limbs from an enemy. What have you promised him? Oh, just a trifle, Eivor.
a little problem I believe you can help me with. Speak your terms plainly, Abbot. I will decide if the bargain is worth my time. Ah! Your wolf shows its teeth, Basim. Let's cut to the point. What favor would you ask in exchange for Fulke? Valamit kér cserébe azért, hogy elárulja, hol van Fulke. Our alderman in Kent was called to God. A terrible loss. King Alfred has chosen his replacement, but has not yet announced the name. I must know it. Now. All of Kent will see soon enough which thane he has chosen. Why not wait? I want early access. To woo him. Before his exalted position is made public and every fool is at his door. Who else knows the chosen man? The king's emissary. Sent with a letter of congratulations to the new Elderman. Intercept him and bring me the news. When I know the Thane's name, we'll discuss how I might win his favor. If we do this, how will you find Fulke? I want some kind of assurance. Do you have ears in every church, abbey, and cathedral in Kent? Because I do. Okay. Tehát megtalálja Fulkét, ha segítünk neki. We will do the deeds to staining for a Christian soul. This emissary, how will I find him? Tunbridge Monastery sent word that the king's men always pass a few nights in their hospitality. Begin there. I'll give the Elderman's name. You find Fulke. All in good time. Now, if we're done, I have business up the south coast. Falkenstone has the best fish in Wessex. Then I will find you there when the Elderman's name is mine. Cunibert is ambitious, but well connected. We will not find Fulke without him. Okay. Suppose we'll see. What will you do? I'm not done playing with these Christians yet. I will see you in Falkenstone. Tehát meg kell keressünk ezt az Eldarment, vagy a nevét tudnunk kell. Ahhoz pedig, hát hova máshova kellene mennünk, mint egy kocsmába. Egész pontosan ebbe a kocsmába. Zsír. Ott van a nagy élet a kocsmába, srácok. Alfred's emissary spent a few days here. Someone may know where he went. Tök jó, beszartak. No mood for wind belching, so choose your words well. The king's emissary. I need to know where he went after he stayed here. And I need to know why I've started getting boils under my armpits. Time will tell, eh? Alfred's emissary. Where? Him and the bard ended up in a copse by the bridge doing Lord knows what. Sounded like they were murdering a cat. Singing? If you say so. Okay. Nem az asszonyt kéne kérdezzük, nézzük ki az, aki még tudhatja, hogy hol van. Mondjuk ez az úriember. Nem szereti, hogy twitterezünk. Milyen kedvesek ezek az emberek, nem? Mindenki konkrétan közli, hogy húzzak a faszba. Aha. Na majd ő. Trying to catch flies, or would you ask something of me? Yup. I'm looking for a man. He passed through here on the king's business. No, bugger off here, or I'll call the guards. The bugger off here. You need to heal your own ills. How about you help me from the goodness of your heart, and then I'll leave you alone.
A wise move, Mudwit. It so happens I did see Alfred's man. He's long gone, though. Maybe Gawain the Bard knows where. Misteriano, köszi szépen a 4 hónapot. Captain Rina, nagyon szépen köszi a cheer. Barak, köszi szépen a 3 hónapot. Deadly Cross, köszi a 47-et. Eredeszil, köszi szépen a 11 hónapot. Hát boldogat, haver, de... Ez most... Komolyan. Vagy ez valami vicc? Most nem tudom eltenteni, ne haragudj. Köszi szépen. Na, menjünk tovább. Beszélünk el a bárda. Aki ott van a hídnál. Továbbiakban is. Elfix, köszi szépen a 11 hónapot neked is. Már csak egy hónap. És akkor tényleg szörnyű. Szóval valahol itt vannak. Azt mondták, a híd alatt voltak, és olyan volt, mint a macskát ölnének. Vagy mi? Kerít. Aha. So cold. Someone stole my trees. La 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 la, Fanny, Fanny, Ferrati. Where are you there? You alive? Patience is. Ez nem olyan mi van? Plodity plod plod. Another tottering teat sucker who can't hold his drink. Let's clear your head. A múltkor tanultunk egy felébresztési módot. Emlékeztek? God's truth, fire on you. What infernal wait? Are you the tail weaver? Gawain the Dandelion. The seed Gawain the Dandelion upon the winds of Wessex. But why, mule, do you kick my noggin? You and Alfred's emissary were drinking in the tavern. Tell me where he went. Were we? Felibret. I was so ale-addled. Perhaps a small and silver thing upon my palm might help me recall? Nem. How about something long and sharp in your gut? All right, no need for that. Nem fizetünk, kibelezlek, haver. He was headed to the White Coast to the southeast. Dover Fortress. He said it is where they train those religious fanatics. Zealots. They pray all night instead of sleeping. My thanks. Jaj, képzeljétek, ott képzik ki a zealotokat, akikből egy sincs már. Életben. My thanks, weaver of the obvious. Now leave me to my unholy punishment. Find and get the message. The emissary made for Dover Fortress on the southeast coast. Oké, Doverben vannak. Pont itt. Látjátok? Ez a három valve hiányzik ahhoz, hogy 100%-os legyen Kent. Most azt jól felvesztük, és akkor 100%-os lesz Kent. Már alig vál. Na jó. Na go! Megyünk az állatképzőbe. Dover.
The emissary is somewhere here. Perhaps I can find the letter without bloodshed. The Bard said paladins trained at this fortress. This will not be an easy fight. Hallottátok ezt? Azon gondolkozik Eivor, hogy lehet túlságosan nehéz lenne a harc az erődben, és vérontás nélkül kellene megszereznünk a nevet. Van még itt dolgom. Menjünk tovább. Nézzük, ez az állatképző mennyire basszó. Ez a védekezés, bazzik, ez valami iszonyatos ennél a pöcsnél. Rüpp! Jaj, nézzétek, harangozni akar Teri. Na, harangoz Teri, gyerünk, húzd meg a harangot! Na, megvan a név! Chosen Elderman is a thane called Tetmund. The Abbot Cunibert will want to know. Na, megvan a név. Csak mi gyorsan fel kell szedjük ezt a néhány wealth-t innen, ha nem zavarnak túlságosan meg. Meg kéne jutnunk ebbe az épületbe. Ami nehezebbnek bizony jól, mint Jotunheim maga. Jó napot! Kapják, mint a szar. Bakkeröcsém. Da, csak itt van. Egyszer. Három belt van itt, most már csak kettő. Másik, az fent van a toronyban, ha jól látom. Srácok, ne menjetek már bele ennyire nagyon az ítélkezésbe ezzel a játékkal kapcsolatban. Így is a chatben azt látom csak, hogy mindenki csak azt szajkózza, amit a kritikákban olvasott. Vagy játszatok vele, vagy ne. Ha tetszik, tetszik, ha nem, nem. De most attól, hogy azt mondod, hogy végigjátszottál a játékot, pedig nem. Azért, mert elolvastál egy játékkritikát a neten, amiben volt három dolog, ami megtetszett, és azt mondod mindenkinek, attól nem lesz jó senkinek. Alapvetően. Pláne neked nem. Én megértem az álláspontját mindenkinek ezzel a játékkal kapcsolatban, de az a baj, hogy
túl sok ilyen sablonos szart hallok a játékra, ami alapvetően egyébként nem igaz. Persze van bőven, ami az. De most ott a kulcs. A Last of Us-t is egyébként a legtöbben a videójáték kritikák meg a YouTube videók alapján szarozták le, pedig az életben egy percet nem játszottak vele. De itt van lent, bazd meg! Akkor meg mi a tökön van? Ó. Oh. Ez rossz lesz, ugye? Hát nem annyira, de majdnem. Igen, általában azt szokták mondani, hogy egyszerűen szar. Pedig amúgy nem. Na és ide, hogy a pécába fogunk bemenni? Hm? Szerintetek? Hogy tudnánk bejutni ide, ahol ez a van? Jó, hogy ehhez vettük fel a kulcsot. Ez sok mindent megmagyaráz. Ability upgrade, Thorn of Slumber. Az egy jó kis tudsz. Az emberek már csak ilyenek, srácok, de mondom, nem kell túlkapni ezt a dolgot. Ez is csak egy videójáték. Van, aki szereti, van, aki nem. Ó, csezd meg. Na, várjatok. Ő az. A skirmisher. Okay, és... Na cső! Esz össze! Úgy. Ügyes. Na meg is vagyunk. Akkor Kent kész van. Ugye? Igen. 900%-os zsilet. Kész vagyunk. Hagyjatok, milyen zsír? Most már ez is 100%-os a terület. Mekkora királybár?